ott a diszkóban hogy tudja eldönteni, amit felgyógyított, hogy attól most repülni fog, vagy fosni? Hát nem minden, hát más irányba kell menni. Azt mondják, hát sajnos figyelj, ezt ott ő nem tudja eldönteni. Mert ez zsákba macska. Tehát nem tudod, hogy repülni fog, hogy fosni, vagy összehányja magát a parketten. Tehát az három esélyes a dolog. És akkor bevittek a laborba, tehát vigyázni kell ezekre a magyar csolytokra. Bevittek a laborba, és megmutatták, hogy ők mit csinálnak. Van egy ilyen lemezük, beteszik a képet, beállítják elé a cigiket, ez itt mind egy-egy ciginek a nyoma, meggyújtják, elégetik a cigiket, a kicsapódó festékfolt nagysága mutatja, milyen erős volt a cigi. Azt mondja, nézd meg, ez a lemez egy magyar gyártmányú sorozat, mert AS küléssel készültek a cigik, hogy ahogy sikerül. Tehát mind más. Aki ebből a három erősből kapott volna valamelyiket, ugyanazért a pénzért, mert ugyanúgy néz ki, annak így kivörösödött volna a szemefehérje. Vasárnapi technodiszkó, hazaér vörös szemekkel, reggel föl kell otthon, nézik a szülők, hogy jaj, mi van, húzatot kaptam, kötelecsőgyulladásod van, ezt. Na megy az iskolában, már a portán fogadják, hogy kötelecsőgyulladásod van, húzatot kaptam, ezt. Erős volt a join, és két napig a hajszálerek kitágulnak a szemefehérjén. Utána aztán lassan elmúlik. Na, aki ezt kapta volna véletlenszerűen, az meg indulhatott volna a fajaszra papírral, mert annak összefogta volna magát. Tehát teljesen véletlenszerűen a Magyarországon előállított joint. Nem tudni milyen. Mert ami India, Pakisztán, Nepálból jött, ott mindig 2-3%-os volt. De amióta most már raktárban, garázsban termesztik meg, gépmanipulált meg a franc ugyanilyen, azóta nem lehet tudni, hogy mi van benne. Úgy zsákban macska az egész, ahogy van. Régen egy joint, ha Pakisztán volt, egy joint, egy cigi, egy gumó. De most már a garázsból van, a franc tudja, hogy mi van benne. Tök zsákba macska az egész. Na, amikor mennek a kollégák és rajtaütnek egy ilyen ültetvényen, csak csodálkoznak, hogy micsoda szarok vannak ebben az anyagok, micsoda mérgező anyagok, meg műtrágya, meg mi minden van ezekben a Magyarországon előállított füvekben, valami hihetetlen. Akkor kerül először laborba, senkiben nem vizsgálja. 1994-ben Hollandiában rájöttem, hogy valamit kéne csinálni a füvecigével, mert nagyon terjed. Az egész minisztérium azt mondta, hogy kérem szépen, engedélyezzük a füvecigi legális forgalmazását és ellenőrizzük a forgalmat. Ezt meglépték 94-ben. Meghirdették, hogy vendéglátó egység, ha bevállalja azt, hogy 18 éven felülieknek ott bent elad központi vásárlású, ellátású, ellenőrzött minőségű jointot, akkor kiírhatja magára, hogy ő egy coffee shop. Sok ezren beszálltak ebbe a buliban, 4-5 ezer coffee shopban pillanatban a Hollandiában, legkülönbözőbb méretűek, minőségűek. Na, életünk első coffee shop előtt ott álltunk ebben, kimentünk a főiskolában egy delegációba, tanulmányútra közlekedés, meg coffee shopokat nézegettünk. Na, így nézett ki belülről a coffee shop. Ez a palinka a tulajdonos, tud angolul, lehet fényképezni, csinálta a jegesteját, itt voltak, itt a menü. Ezeket lehetett venni. A hadzsói 12 euró volt, ha valaki ebből vagy abból választott, akkor 2.30 volt. Tehát úgy működik a coffee shop, hogy bemennek, leülnek, törzsasztalok vannak, esznek, isznak, kártyának, internetednek, samponnak, és kérnek egy-egy jointot, amit ott közben elszívnak. Így néz ki a nagy csodadatban gyárilag elváltott, ellenőrzött minőségű holland joint. Ettől az évtől leszabályozták, hogy legfeljebb 15%-os hatóanyagú lehet. Most aki ezt szívja, stentüdőrágot nem kap, a világon semmi baj nem lesz tőle. Most ezt nem úgy szívják, hogy egy délután hatod, hanem hetenként egy szerdán megjelenik egy társaság, egyet-egyet elszívnak, aztán haza mennek. Aztán jönnek pénteken is, jönnek ünnepnapon is, ott bent egyet-egyet elszívnak, aztán mennek haza. Ennyi. Tehát nem lehet megmenni és kivinni, meg nem lehet egy csomaggal elvinni, ott bent egyet elszívhatod. Másokat már nem szívják, mert a többiek kilőgnék, hogy az ahol is jön. De ez a gyerek délután kettőkor szintott a csajtot, mondom, lefényképezhetlek a magyar gyerekeknek, az azok kik. Mondom, te ugrálsz ezzel az országgal, te se vagy sokkal nagyobb. De mindegy, nem foglalkozom a magyarokkal, de mondom, fotót csináltok. Azt mondja, persze, csak megjövőtöm a frizurámat. Mondom, te hülyen, tűnik, hát tűnikötél, mert fésüköz. Amilyen bepozolt, hogy fotó, mondom, akkor fotó. Hát ne szenek ez. Na most ez a grafákon délután kettőkor szintott a csajtot. Gyereket nem szolgálnak ki. Szigorúan tilos, mert bezárják az üzletet. Vannak próbavásárlások, meg minden. 18 év alatt nem. És ezt úgy védik ki, hogy tök stabok vannak. Hogy a hétvégeken viszont németek ilyen konvojba jönnek át a határon a coffee shopokba. Tehát hétvégeken megszállják a németek őket. Tehát ezen beszélni kell érinkítőszerek speed extrát. Ugye ezek az amfetamin típusú szerek, hát mindenki ismeri őket. Így néz ki egy amfetaminos nőnek a változása. Ezen ment keresztül. Hát úgy szépen. Ugye látszik, hogy 79-től 89-ig 10 év alatt. Találtam
neten ilyet, hogy különböző arcformák vannak. Van ovális, háromszög, szív alakú, kerek, szögletes, hosszúkás, ugye Scherzinger, meg az Etta Jones, azért besorolható. Na most, hogy ez a csaj hova való, ezt nem tudom. Hát ilyen arcformában nincs. Tehát azt nem tudom besorolni sem. 95-től 2002-ig 7 év alatt így változott meg metamfetaminom hatására. Nem is heroin, metamfetaminom. Ugye itt vannak ezek a sorokban. Legismertebb variációjuk az extadik tabletta. Különböző színűek, különböző formája, ugyanazt játsszák el, mint az LSD-biekkel. Hogy kapsz egy Volkswagen-nel, azt mondták, kapsz egy Mercedes-t, kapsz egy rózsaszint, kapsz egy sárgát, variálják a dolgot. Attól függően, hogy fiúnak vagy lányok akarják adni, úgy variálják a különböző képeket, amik rajta vannak, mert ami bele van, hát így. Hát ez még nem volt a szárpalmák, volt, és akkor nem volt a szárpalmák. Így néz ki az amerikai, az automárkákra is van, meg különböző alakja van. Ugye, 93-ban indult be Magyarországon az első terrorizmus, FI, pillográf, fő, fogadék, topor, a világon is a valós. Tehát így indult, ezt kell dolgozni, illetve állunk. A dicsék nyomjátok szerint, ami odafér. Minimálisan 120-130-140-es, attól függően, hogy milyen irányzat tudja a zene. Tehát attól függ, de mindenféleképpen rohadtos, állandó, ritmusos, tehát ehhez valami kell, hogy ezt órákig, napokig az ember tudja csinálni. Azt mondták, hogy próbáljuk ki az alkoholt. Alkohol nem volt jó, mert az ötödik feles után elaludtak a fiúk, hát és akkor lányból jönnek az egészből. A fiúk ugye akkor előbb-utóbb elhalszanak, a másodiktól még fizikó, csak az ötödiktől már kinyílnak. Na, azt mondták, akkor kellene valami szer, amitől speedek leszünk, és rájöttek, hogy jöhet az amfetamin. És behozták, az amfetamin eredetileg pszichiáterek használják a kezelésnél, azért, hogy felszabaduljanak a betegnek a gátlásai, és nyugodtan meséljen nekik mindent a kérdéseket. Három szempont szerint lehet egy diszkóban azt megállapítani, hogy ott van anyag, vagy nincs anyag. Ugyanezt csinálják egyébként a civilben a nyomozók is. Az első, a nyitáskor kell menni, mert akkor osztják a tablettákat. Tehát le kell állni, hogy az első fél órában oda kell menni, le kell szépen állni valahova a sarokba, és hogy figyelni, hogy mi újság van. Valaki bejön, oda megy gyerekeket, jól ápolt, gazdagnak is látszik. Vagy fiú, vagy lány. Tehát csak ilyen push-up van meg minden, a fiú meg olyan királycsávok, hogy a filmeken nincs ilyen, és akkor ezek bejönnek, oda mennek, adják az anyagot, fizet, adja, bekapja, és akkor osztják a tablettát. Tehát ez az első kör. Amikor ezt nem merik ilyen nyíltan csinálni, akkor a holland osztási módszer jön, annak az a lényeg, hogy ilyen meglehetősen kicsi az extadi tabletta, akkor mindenki egy kapott. Amikor nem merik így osztani, itt a kocsimban van a raktár, a kesztyűtartó, aki megy, föltölte a pofáját, fölső fogsora meg a bőre közé, ide feltesz annyit, amennyi befér. Hát a 5 férben, mert akkor egy átlag pofája az embernek. Tehát 5 vagy 6 befér. Bejön, és akkor ahogy bejön, oda megy 5-6 gyerekhez, fiú lányhoz vegyesen, és puszit ad neki. Szájból szájba. De nem puszit ad, hanem így lehet, átnyomja, lehet, átnyomja, minden lehet, van a tekő, átnyomja, és akkor beosztja a másik szájába a tablettát. Tehát ha osztják az első fél órában, akkor 1-0 vezet a diszkó. Extadi tabletta a vízhajtó és szájszárasságot okoz, tehát inni kell rá. Na most ezt pontosan tudja a diszkó büfése, ezért a diszkó büféjében van fiskálvi lányoknak rózsaszín kupakkal, fiúknak kék kupakkal, zöld kupakkal van a teri bleknek, és sárgával az irigyeknek. De egy ilyen kristályvic, abban a diszkóban, ahol megy az anyag, 1800-tól 2500 forintba kerül. Egy ilyen kristályvic, ez 65 az üzletben. Mondom, 1800-2600, mert indi kell. Kettő. Bementek a mosdóba, kinyitjátok a hidegvizet csapatot. Így van. Jön a forró víz. Egy csapon csak forró víz, gőzölökbe jön. Elzárják előletek a hideg vizet, hogy nem mint az állat ilyen csak vizet igyatok, hanem a drága kis fejvizet. WC-tartán nyomjátok a gombot, hogy szavaztok, gőzöl a WC-tartányban. Nem tudtok hideg vízhez hozzájutni ingyen a mosdóban. Sajátok nem vihettek be, úgyhogy sakmat, inni kell a kristályban. 3-0 vezet a diszkó. Ilyenkor van az, hogy ha.
elment. De aki ott maradt, ne lepődjön meg, hogy fél órán belül megjelenik előtte egy törzstag, és hoz neki nagy mosolyogva, elegáns, elegánsnak is látszik, gazdag, gazdagnak is látszik, hoz egy pohár gyöngyödő kis lehetőt. Ugyan szomjas vagy. És ott vagytok életetekben először, egy új diszkóban, és az egyik törzstag, ilyen divat minden, hoz egy pohár, ott vagytok elvarázsolva. Hát olyan csajok hozzák, hogy a fiúknál beindul a deréktájú reflex a csajok. Tehát egyszer hozza a vizet. Figyeljetek oda az Istenért, mert benne vannak a GHB-csel mondjuk, benne van egy kupakban. Vagy benne van valamilyen por vagy tabletta feloldva, mert nem látszik. Na most, ha ezt megisszátok, akkor a következő történik. Fél órán belül fölmegy a pulzusotok, megemelkedik a testhőmérsékletet, begyorsul a szívverésetek, meg érzitek meg minden, felszabadulnak a gátlásaitok, elkezdtek táncolni, vonaglani asztaltetején mindenhol, ledobtok inget, toppot, mindent, ami rajtatok van, aki szembe jön a nyakábordotokat, dörgölődtök hozzá, hogy te vagy a barátom, gyere már vonuljunk félre, vagy csináljuk valamit, aztán ezt megmondják egy idő múlva, mindig elhajtanak titeket, ez így megy egy darabig, aztán egyszer csak úgy tűnik, hogy lejön a redőny. Tök sötét lesz és elálljuk. És fogalmatok nincs, hogy a következő x idő alatt, attól függ, hogy milyen volt az anyag, meg ti milyenek, meg hogy mi történik veletek. Aztán valahol, valamikor egyszer föl fogtok ébredni, valamilyen körülmények között. Megveszitek a kristályvizet. Kinyitjátok, biztok belőle, lezárjátok, lerakjátok, és elmentek egy fél métert ott éjjel. Kifigyelik, vannak-e diszkokból, vannak-e figyelő emberek, a újabbnak kifigyelik. Ezt gyorsan elveszik, kinyitják, belöntik vissza, és a saját vizetekből fogjátok megvinni. És pontosan ugyan ez lesz a következménye, hogy jön a mat sötét utánnak. Tehát nagyon figyeljetek erre oda, ha megvesztek a vizet, kinyitjátok, akkor hányan vagytok, fosszátok szét, igyátok meg, de előtte mindenki töröljön ki nekik a pofáját, megvisszátok, eldugjátok a francba, és vesztek egy újat. Vagy ha nálatok, akkor viszitek magatokra. Tehát figyeljetek oda, hogy nehogy a ti vizetekben. Az is egy jobb dolog, amikor ott vagytok, és akkor oda jön hozzátok szintén egy ilyen törzstagon, azt mondja, szevasz, te itt új vagy, igen, na gyere, meghívlak egy vizet. Belétek karol, és visz a büféasztalhoz, a pulthoz, amikor meglátja ott a pultos, hogy vele mentek oda, odaértek, azt mondja, mit kértek, kristálytok a barátomnak, hogy lenyúl és lentről a legyen. Nem maga mögül a lusta pultos, hanem lentről, mert abban már benne van az anyag, már ebbe preparált vizet fog. Nem mit vennék. Tehát figyeljetek már ide, hogy mit isztok meg egy ilyen helyen, mert ezek a következményei lehetnek. Na, amikor indulnátok haza a diszkóból, akkor ugye kimentek a kocsihoz, jó lenne, ha annyian ülnétek az autóban, ahány személyes, elől-hátul mindenki le lenne kötve a biztonsági övvel, mert a diszkó elől így kell elindulni. Így kell elindulni. Tehát aki diszkó elől normál módon indul el, az nem is ember. Azt nem lehet tudni, hogy mi a fenének van ott. Hát vigyáltok magatokra, mert akkor nektek Hawaii lesz, vagy Bora Bora. Ide mehettek nyaralni, egészségesek maradtok, nem a dealer fog itt nyaralni, nem ti. Megmarad a pénzetek, csónakázhattok, hozza a fene szolgáló a koktél, jetski, búvár, mély búvár, rájasimogatás, békákkal játszhattok. Ha valaki nem akar ennyire messzire menni, az mehet közelebbre is nyaralni. Mondjuk például ide. Egészségesek maradtok, pénzetek maradtok, és nem az élet fog így nyaralni, hanem így. Vagy visszamehetek akár a barlangba. Ez a lépcsőben. Jacuzziba. Vagy elmehettek egy láthotelba a partneredekkel. Az egész.